5 új autóval bővült a 11. kerületi rendőrkapitányság gépkocsi állománya. A járművekre azért volt szükség, mert a korábbi autókat olyan magas óraszámban használták és annyi kilométert futottak, hogy a fenntartásuk és szervizelésük rengeteg többletkiadást jelentett a rendőrség számára. A gépjárműveket ünnepélyes keretek között vehették át a rendőrkapitányság udvarán. A polgármester hivat önkormányzat közbiztonsági alapítványa a rendőrségnek 5 új gépkocsit, tehát kicsit használt, de jó állapotú gépkocsit vett, úgyhogy ezzel a mi közbiztonságunkat kívánjuk erősíteni. Nagyon sokat futnak a kocsiaik, leamortizálták, és az a fő gond, hogy igazából egyre nagyobb teher hárul az önkormányzatokra, mert a rendőrség a pénzeszközeiből sajnos nem tudja ezeket a vásárlásokat megérteni. Úgyhogy itt lép a szerepbe, fontos szereplőként be az önkormányzat. Tulajdonképpen az önkormányzat folyamatosan segít minket, és egy nagy keretet ajánl fel nekünk, amiben egyeztetés után végül is mi teszünk javaslatot arra, hogy mire van szükségünk, és mi javasoltuk azt, hogy vásároljunk új autókat. Ezt még az elődöm a Cellér ezredes úr kezdte el beszerezni ezeket az autókat. Ezt a bűnügyi szolgálat kollégái fogják használni nyomozói munkára, ügyintézésre, illetve a kerületben dolgozó akciócsoport tagjai fogják használni az egyik autót. Gyakorlatilag 18 darab gépjárművet használunk folyamatosan, illetve amennyiben valamelyiket szervizelni kell, akkor az autó kiesik, de általában a BRFK tudja pótolni ezeket az autókat. Az új gépjárművek beszerzését a 11. kerület közbiztonságáért alapítvány bonyolította le. Pályázatot hirdettünk meghatározott paraméterekkel rendelkező gépjárműveknek a felajánlására, amelyhez feltételül még azt is szabtuk, hogy azokat a használt gépjárműveket, amelyek a rendőrség használatában voltak, vásárolja vissza az adott gépjárműkereskedő. A közbiztonság megerősítése mindannyiunk érdeke. Azért, hogy a rendőrök folytathassák tevékenységüket, megfelelő munkakörülményeket és plusz támogatásokat kell biztosítani számukra. Pontosan tudjuk, hogy mi a rendőrség legnagyobb problémája. A rendőrség problémája személy jellegű, tehát az állomány feltöltése, ez nyilván az ő dolguk, megpróbálunk abban segíteni, hogy meg is tudják tartani. Ennek két iránya van, az egyik az, hogy megpróbálunk egy többlet támogatást adni, jutalmak formájában, vagy pedig bizonyos szempontból lakáshoz jutásukat segítjük az ide kerülő vidéki rendőröknek. A másik pedig az eszköztípusú támogatás, ennek voltunk most itt a szereplői. Gyakorlatilag az elmúlt 6 esztendőben nagyon tudatosan próbáltuk meg a számítógépes eszközállományát javítani, a gépjárműveket, most éppen ezeknek a cseréje zajlik. A különböző olyan kommunikációs eszközök, amik az egymás közti kommunikációt és a mozgásokat segítik. Tehát tulajdonképpen ember és eszköz. Azt kell mondjam, hogy ez a két nagy probléma. Az emberben mi csak támogatni tudunk, az eszközügyekben pedig nagyon komoly segítséget adunk.